A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvári Beszélgetések vendége Damnicki Balázs, cukrászmester, köszöntelek itt a stúdióban. Szia, üdvözöllek. Hát van egy-két apropójának a mai beszélgetésnek, hiszen nem először vagy egyébként már vendége a műsornak, én először beszélgetek veled. Ugye nem olyan régen, március 5-én volt egy verseny, amint nagyon jól szerepeltél, ez a Zsarátó Fesztivál World Masters, ahol a magyarországi fordulóból te tovább jutottál, de egy Kicsit többet majd tőled meg tudunk szerintem erről az egészről, hogy mi is volt ez a verseny. Ö, Olaszországnak van ugye a legnagyobb kultúrája ebbe az egész fagylatkészítésben. Tehát a maga a készítés ugye itt Európában, vagy tehát az újkori időben ugye mindig úgy szoktuk emlegetni, hogy az olasz fagylat. Na most ö, ennek az olasz gyártásnak van egy nagyon-nagyon erős alapja. Ez egy fagylat ö, gépgyártó cég, nálunk egy tradicionális márka, és ez a tradicionális márka kb. 15 éve kitalálta, hogy mi lenne, ha indítana egy bajnokságot világviszonylatban, mert ez a, ennek a cégnek a termékei az egész világon jelen vannak, gyakorlatilag az összes országban. És a, csiszolgatták folyamatosan a feltételeket, hogy egyre népszerűbb lett a verseny, és a koncepció annyi, hogy területi versenyeket indítanak, és akkor ezekből a területi versenyekről lehet utána a régiós versenyre, illetve hát a később a világbajnokságra továbbjutni. jutni. Három éven keresztül zajlanak a selejtezők, és a, a, tehát Magyarországon is ugye három éven keresztül zajlottak a selejtezők, 2022-ben, 23 ban és 24 ben Mindig az első három jut tovább minden évben, és most a 2024-est ezt most idén én nyertem meg. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor jövő évben ebből a kilencből lesz majd egy döntés, és az már egyenes ágon fog kikerülni majd a világbajnokságra. Ugye ez a burrát a névre Burrata, keresztelt igen. fagyi, amit egyébként el is hoztál itt nekünk, meg Így is Így, egy kis kóstolod mi, mi, ez a név, és miből, miből áll ez a fagylat? Ez egy mozarellát kell elképzelni, egy mozarella sajtot egy téma arra lehet, hogy biztos mert tehát a burata annyiban különbözik tőle, tehát ez az extra változata, hogyha elvágod, akkor belül egy ilyen kicsit ilyen túros jellegű, rögös, úgynevezett tracatella van benne, egy kicsit intenzívebb az íze, egy lágy krémes sajtról beszélünk, tehát nem ez a klasszikus értelme, hogy mondjuk egy parmezán, vagy egy, akár egy trapista, vagy egy elementáli, hanem ez a tejszínes, a, a natúr tej ízvilágához közelebb álló alapíz. Ebből készítettünk egy alapfagylatot, és uh, ehhez uh, egy kicsit megbolondítani, a felkeltünk egy, egy gyümölcs a tetejére, ami uh, mangóból és uh, pasió gyümölcsből áll, illetve ezen kívül van még egy citromos keksz benne. Tehát alapvetően úgy állítottam össze az egész fagylatot, hogy egy egyszerű, uh, nem túl komplikált, két alapízből játszó uh, fagylat szülessen, tehát egy, egy teljes alap, ami édeskés, és van hozzá egy savanykás, ilyen citrusos, uh, hát ez a trópusi jellegű gyümölcs sokan beleesnek abba a hibába, hogy amikor a versenyre készülnek, Közben meg is mutathatnánk, hogyha hogyan elszeretetét, hogy hát, hogy is néz ki ez a Hát ez most a csak fadlat. ezt csak egy, -egy kóstolóba raktam, mint össze a stábnak, gondolom biztos azért megeszítek, Igen. Majd a végén. Azért. Most csak, csak, egy kóstolónak, vagy talán a citromos én, amit látok. Na, szóval sokan beleesnek abba a hibába, hogy, hogy nagyon sok ízt próbálnak egyszerre összerakni és abban egy teljes katyvasz lesz. Úgyhogy én inkább próbálok most már az elmúlt két-három évben folyamatosan úgy készítjük a fagylatokat, hogy próbáljuk inkább letisztítani, hogy minél jobban törekedjünk az egyszerű alapízekre, de azok pontosak legyenek, hogy ne legyenek túl bonyolítva, túl gondolva. Most itt a színét, ahogy nézem ennek a fajlatnak. én egyébként, amikor így olvastam, hogy marakuja, meg, meg ugye ez a, vagy mangó. Yeah. Mangó, marakuja. Mangó, marakuja. Tehát azt gondoltam, hogy akkor ennek ilyen jó kis sárgás színe lesz. És ez te... képest a fehér, ugye? Fehér az alapfagylat, fagylat. tehát amit mondtam igen, neked. Igen, tehát igen, gyakorlatilag igen. a sajt, ö, sajtos része az alap, az fehér, és ezen van ez a gyümölcs gyümölcsöntet gyakorlatilag. Tehát amikor a kanalat beremelítjük, akkor egy csíkokat fog húzni bele majd meg fogom kóstolni nyilván ezt a fagyit, hogy azért tudjam, milyen az íze. De most így elsőre én azt gondolnám, hogy igen, azt gondolom, hogy akkor ennek inkább tényleg a sajtos részét lehet jobban érezni, és a gyümölcs az, ami, ami csak egy ilyen kis pluszt ad hozzá. De lehet, hogy rosszul gondolom. alapvetően jó gondolod, Egyek, ezek úgy működnek mindig, hogy a, amikor a szádba veszed a fagylatot, de teljesen mindegy, hogy most fagylatról beszélünk, vagy ételről, vagy, vagy innivalóról, Nekünk ezt össze kell rakni uh, már ötletként, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy érezzen a fogyasztó. A, amikor ízlelésről beszélünk, uh, az ízlelésnek, uh, tehát amikor azt mondjuk, hogy íz, az igazából két komponensből áll össze. Egyszer van egy illat, és egy úgynevezett aroma. Most az aroma alatt nem a, a szintetikus dolgot értem, hanem amit íz faktorként érzel. Tehát amikor eszel uh, bármilyen akár fagylatot, vagy akár egy tábla csokoládét, vagy akármit, akkor mindig úgy van, hogy a, az első falatnál, ahogy elkeveredik a szádban, és levegőt veszel, akkor a, a hátul, a nyelőcső fölött, a garatba, az órod felé fölmegy az illata először, és utána érzed magán a nyelven magát az ízeket. Tehát amikor te megkóstolsz egy, tételezzük fel mondjuk fagylatot, akkor annak a, ami az agyadba összerakódik az egészből élményként, annak 70 a 70%-a illat, és csak 30%-a az, amit íz a nyelveden érzel. Ezért van az, hogyha mondjuk húslevest eszel náthásan, be van dugva az orrod, nem lesz íze. Nagyon érdekes. Úgyhogy ez is úgy van megkomponálva, tehát amikor esszük, akkor először, tehát a nyelved elején, hogyha szédörzsöd, akkor érzed például a teljes ízt mert ugye azt a, hát genetikailag az ember a teljes ízt ugye hamar be tudja azonosítani, viszont ahogy melegszik a szádban a gyümölcsös rész, a, főleg a marakujának nagyon intenzív illata van, annak fölmegy az, az illata az orrodba, és először érzed a teljes ízt, és utána jön a gyümölcsíz. Nagyon érdekes, tehát nem egyszer érzed a kettőt. Most már elég sok mindent elmondtál az ízekről, mi az, amit egyébként néz, nézett itt a zsűri? Tehát mi az, ami alapján ilyenkor értékelnek? Mi, mi, mit figyelnek meg? Hát nagyon szigorú pontozás és feltételrendszer van állítva, százalékokban mérik az egészet, 40%-ot hoz az íz, 30%-ot hoz az állag, és akkor a, 30, a maradék 30 -a, az pedig úgy tevedik ki, tehát hogy az ötlet, mint innováció, tehát hogy milyen újdonság van, amit még eddig mondjuk valaki nem készített, illetve akkor a maradék pár százaléka, tehát a 30-on belül ott meg van egy prezentáció, tehát hogy hogy tudod elmondani, hogy mi az, amit készítettél, illetve hát maga a dekoráció, hogy hogy néz ki maga a fagylat. Mi az, ami a jó állag? Tehát, hogy, hogy nálad te hogyan csinálod, hogy, hogy mennyire lesz krémes, mennyire lesz inkább gyümölcsös-vizes, vagy nem tudom, hogy hogy kell ezt mondani. Nem, abszolút jól mondod, a, külön, tehát külön kell értelmezni a teljes fajlátokat. tehát amiben tej van, tehát a tejfehérjék és a zsíradék, azoknak, ha, ha jól van összerakva a fagylalt, akkor azoknak krémes állagának kell lenni. Viszont a gyümölcsfagylalt, az amikor túl krémes, akkor ott valami nem stimmel. Tehát egy, krém, egy alapvetően nem lehet krémes, mert nincs benne tejszárazanyag tartalom, nincs benne zsíradék, tehát az mindig egy kicsit, egy picit kristály és egy picit szemcsésnek kell lenni. Tehát az a fajlát ami gyümölcs létére krémes, ott valami hókusz-mókusz anyag bele van még téve, ami nem való. Ennek a burátának, hogy ez megszülessen, mennyi idő kellett? Már hogy így most a gondolatokat tekintve, meg úgy egyébként. Ezek nagyon érdekesek, ezek a, 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 versenyek, mert van, amikor nagyon sokat készülök egy versenyre, és akkor olyankor szokott lenni ezt, hogy túl gondolom és a, a, a rákészülés ellenére nem jön az eredmény. Ez egy nagyon-nagyon hamar készült fagylalt volt. Gyakorlatilag én ö, ezt az egész fagylalt, mondhatom azt, hogy másfél nap alatt raktam össze, és ö, úgy vittem el a versenyre, hogy pff, nem érdekelt, hogy mi lesz, majd lesz valami, mindegy, ott jól érezzük magunkat a versenyen, aztán kész, és ehhez képest megnyert a fagylalt. Érdekes, hogy sokszor az van, hogy hogyha nincs túl gondolva, ha egyszerű dolgot csinálsz, és az legelső gondolatot megcsinálod, és nem variálod szanaszét, nem akarod csiszolgatni még ezerfajta módon, akkor fog jól működni. Milyen gyümölcsökkel szeretsz dolgozni, hogyha a fagyikat nézzük? Hát a piros gyümölcsöket nagyon szeretem, hát, hogy hát, nálunk a mána, ugye a vörösboros málna óta ugye egy rendszeres egy alapízés, nagyon sokfajta variáció van. Szeretem, hogyha egy, egy markáns karakteres íze van, tehát egy, egy mána, málna, egy mangó, egy marakuja, ö, hát lehet egy sima klasszikus, ö, akár egy eper is, de ö, egy sárga dinnyéből, görög is lehet jó fajlatot készíteni, csak azok nem annyira intenzívek. Te kitől tanultad egyébként ezt, a, ezt az egész ö, készítést? Ezt így, így, magadból hoztad, vagy, vagy tehát, hogy így hát, volt-e ez... valami olyan mentorod, aki, aki így hatott rád? hogy... Így kimondott mentort nem tudnék rá mondani. Az az igazság, hogy, hogy ez a készítés a, a cukrász szakmának az egyik legfontosabb feladata, vagy mondjuk a, leg, tehát a legtöbb munkákat a fagylat adja, tehát a fagylat szezon a legerősebb általában az éves viszonylatban, viszont ahhoz képest a tananyagban meg nagyon, nagyon alul reprezentált, tehát nagyon keveset foglalkozunk a és az iskola is kevésbé tanítja. Úgyhogy a, 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 régi tankönyvekben alig találsz valamit róla, viszont ha jó fagylatot akarsz készíteni, hát akkor nincs megoldás, más megoldás, hogy el kell menni miatt Olaszországba. Erre Olaszországban nagyon jó tanfolyamokat szerveznek, hogy azok a kollégák, akik azt mondják, hogy el akarnak mélyedni egy kicsit ebbe a, a tudásanyagba, az el kell menni Olaszországba, és ott kell tanulni. Ehhez nem árt, hogyha az embernek azért persze van alapképzettsége. én cukrászmester vagyok, hogy erről az oldalamról ismer mindenki, de én mellette élelmiszermérnök vagyok. Tehát a, a Corvinuson végeztem annak idején élelmiszermérnökként. Tehát van egy úgymond egy kémiai alap alapom is hozzá, és ez nekem úgy szerencsére nagyon jól összeadódik egyébként, tehát a, a cukrászat és a, az élelmiszer kémiai része. Ugye mondott, hogy Olaszországban lehet a legjobban akár a fagylatkészítést elsajátítani, azért ott teljesen másfajta gyümölcsök állnak rendelkezésre, mint mondjuk itt Magyarországon. Jó, nyilván most már azért be tudunk is de hogy ott a termelés szempontjából. mi az, amiket te ö, használsz, ugye, alapanyagok, és hol tudod őket beszerezni? Hú, nagyon nagy a szórás benne. A, tehát például Mandula, Dió, az mindegyik magyar. Tehát a Dió, hát azt itt van a közelünkben, gyakorlatilag lovasberényből szerezzük be a Diót, olyan Dió, hogy sehol nincs a környéken. De ha, ha egy Mánát nézünk, akkor ugye mindig azt mondja az ember, hogy Olaszország, vagy Spanyolország milyen nagyon jó. Hát, euh, még a franciáknál úgy, ahogy van, olaszoknál egyáltalán nincs. Tudod, hogy hol van nagyon jó Mána? Szerbiában. Úgyhogy a, a, francia meg az olasz cukrászat, hogy a nagyon jó málnával akarnak dolgozni, akkor nem francia málnát használnak, meg nem lengyelt, a lengyel sem rossz egyébként, hanem szerb málnát. Tehát mindennek megvan, hogy hol találsz jót belőle. Eper itthon van Magyarországon, tehát van egy szezonja, amikor jót lehet vásárolni belőle, akkor sokat kell venni amikor főszezonja van, hogy, hogy, azt fagyasszuk le, amikor a napfényen érett, érett és, és, jó íze van. A, tehát a, a, primőrök, tehát amit télen megveszel a botba, azok dekorációnak jók, de például krémet nem tudsz belőle jót készíteni. Lehet belőle, csak nem lesz olyan, mint a nyáriból, ami tényleg valóban napfényér. Úgyhogy hát tejet, azt ugye beszerezhető, az itt itthon van ugye, és, és nagyon jó tej van. Csokoládé, maszkakóbab sajnos nem terem Magyarországon, vagy nem tudom, lehet, hogy inkább szerencsére, mert közben túl meleg lenne hozzá gyakorlatilag a világ minden pontjáról jön hozzá. De amit tehetünk, azért megpróbálunk inkább a helyi vagy a, körny a környékbeli termelőktől beszerezni. Ugye volt egy, nem tudom, hogy ehhez kapcsolódóan, de hogy van, van egy verseny, ahol te azért mentorkodtál, és ott is szép eredményt értettek el. Ez milyen verseny? A Magyar cukrászipar Tületnek van egy kezdeményezése, hogy a tanulóknak kedvet szeretnének csinálni versenyzéshez. Tehát most az utóbbi pár évet visszanézve az Európa meg Világbajnokságon soha nem indult magyar tanuló cukrász versenyeken, és a, innen jött az indítatás, hogy mi lenne, ha csinálnának olyan versenyt itt Magyarországon, amivel egyáltalán elindítanák a szögetűtének a gyerekeknek a fejébe ahogy, azzal kapcsolatban, hogy induljanak el versenyezni. Hogyha ki tudnának nevelni egy olyan garnitúrát a gyerekekből, akit később ki lehetne vinni a világban, az milyen jó dolog lenne. És az első kezdeményezés, ami ezzel kapcsolatban született, az most volt pontosan, ez egy fagylat, kaland nevezetű verseny. Ez úgy nézett ki, hogy, hogy meghirdette az ipartestület, hogy országosan az iskoláknak elküldték a, a kezdeményezést, lehetett nevezni a versenyen minden, iskola, aki nevezett, az három gyereket küldhetett, így alakult ki hat csapat. Az ország minden pontjára, tehát volt Győr, én egy Szeged melletti csapatot kaptam, de volt Nyíregyházi, Budapesti, több csapat, és akkor ezeknek a kis háromfős tanuló csapatoknak mindegyiknek volt egy-egy mestere vagy mentora, aki felnőttként ugye segített meg, terelgette őket tehát hatan voltunk, abból úgy nézett, hogy kettő olasz, tehát a Carpigiani gyárból, tehát a Olaszországból érkezett a, a, két fejlesztő cukrász, egyébként akik oktatók pontosan a Gelato university tehát az a Fagylalt Egyetemen, és hát meg mi voltunk négyen magyarok, tehát azokat próbálták kiválogatni, tehát a, a mentorok közül, akik így a szakmában már régóta versenyben jobban mozognak. Így kaptam én az egyik kis csapatot, és gyakorlatilag egy úgynevezett miszteri boxot kellett húzni. Ez azt jelenti, hogy ott a helyszínen szembesül vele az ember, hogy milyen anyagok vannak, és abból kell 100 perc alatt két fagylatot összerakni. Van két kötelező íz, és akkor ott a gyerekekkel szó szóval szerint fél órával előtte ismerkedtünk meg, tehát sosem találkoztam velük, és ott adhokot kellett gyakorlatilag összerakni egy fagylatot illetve kettő fagylatot, és hál' Istennek ott is jól sikerült a dolog, Ö, ott másodikak lettünk. Mi volt ez a kettő íz, vagy mi az a kettő íz, ami ugye adott hát volt? Nem és... is adtunk neki nevet, mert száz perc alatt az, hogy meg is meg még nevet adj neki, úgyhogy nem volt ilyen. az egyik fagylatunk az egy mandula, mandula alapú tejfagylat volt, és szarvasgombával ízesítettük. A másik fagylalt, ami egyébként jobban sikerült a kettő közül, az egy tonka magyaró volt, egy A, Itt van most a gomba az az adott az, az az volt, vagy azt, azt húzt látok? Nem, nem, a mandula volt a kötelező íz. Itt úgy volt, hogy a, vannak a versenynek szponzorai és a, hát ugye a szponzorok miatt ugye azokat a termékeket bele kellett raknunk, úgyhogy nekem egy kicsit ilyen szempontból hátrányom volt, mert mi nem használunk ilyen festékeket, meg aromákat, ugye, ahogy szoktam mondani, és itt most egy olyan terméket kaptunk, ami egy ilyen ipari termék, egy ilyen ízesítő anyag, és azt bele kellett tenni, muszáj volt, úgyhogy én nem nagyon szeretem ezeket a termékeket, na mindegy, abból összeraktuk az alapfagylatot, és mondtam, hogy akkor csináljunk egy kis csavart, és mivel ugye a kiállításon Olaszország is képviseltette magát, ö, oda hoztak szarvasgomba készítményeket, akkor átszaladtam a szomszéd tandra, és akkor mondtam, hogy akkor szeretnék kérni a szar fehér szarvasgombát, azt tettük hozzá. Dolgoztál már előtt egyébként itt szaros gombával? Abszolút, igen. Én nagyon is szeretem. Nagyon megosztom, mert van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon nem. Tehát kétfajta ember van. Ha egyszer megkóstolod, hogy vagy ízlik, vagy nem. Tehát vagy soha többet nem fogsz enni, vagy, vagy rabja leszel. Én sajnos ebben az utóbbiba tartozok, én nagyon-nagyon szeretem. Mert azért annak azért eléggé erőteljes íze van, vagy nagyon erős, meghatározó nagyon, íze van. Abszolút, abszolút. Nagyon-nagyon nehéz is vele dolgozni, mert itt például szárított ö, gombát kaptunk, úgyhogy nehéz volt vele dolgozni. Úgyhogy, ö, Hát ugye a versenynek a, ugye a sajátossága, hogy egy alkalommal, tehát az ott abban a pillanatban, amit össze tudsz rakni, tehát nincs javítási lehetőség, úgy sikerül, ahogy. Úgyhogy a szarvasgombás fagyink az nem volt, nem volt rossz, de nem volt annyira jó. A, a magyaros, a tonkababos magyar az viszont annyira jó volt, hogy összpont szám alapján, tehát ha egyenként vizsgálták volna a fagylatokat, akkor viszont azt a versenyt is megnyertük volna. Viszont így mi, hogy a szarvasgombás viszont csak harmadik lett, ezért a kettőnek az átlagából jött ki az, hogy második lett a, a végén. Hát másodikak lettünk vele. De az volt az egészben a legérdekesebb, inkább, amire inkább büszkék lehetünk, hogy a, a hat indulóból az olaszok harmadikak és negyedikek lettek. Mondjuk ez tényleg meglepő. Igen, tehát például a kolléganő, aki, aki nyerte ugye a versenyt, ő évfagylatja díjas, és hiszem két tehát hogy három évvel ezelőtt nyert, nagyon tehetséges a kolléganő, mi lettünk a második, és a harmadik, meg a negyedik lett a két olasz. És érdekes, hogy ugye félt mindenki, hogy majd az olaszok előre lesznek pontozva, vagy valami, és mi nem. Tehát az olaszok is egyszerűen, Na ott tehát első két az, az magyar helye, de tehát ők a harmadik negyedikek lettek. Nem tudom, hogy először mentorkodtál-e egy ilyen jellegű dologban, nem tudom, hogy milyen egy száz perced van, az már nekem egy stressz lenne egyébként, hogy van egy az, idő, az, ami az, alatt el az, kell az, készíteni, az, az. meg hogy nem tudom, hogy, hogy a gyerekeket mennyire hagytad, hogy hogy ők alakítsák az hát, ízvilágot. Tehát próbáltam instruálni őket, ugye megbeszéltük, hogy három ott meg lehet hirtelen beszélni, mert gyakorlatilag egyből neki kell esni a dolognak átbeszéltük, hogy körülbelül milyen ízhez mi passzol, tehát hogy próbáltam nekik úgy sugalni egy kicsit, hogy mi az, ami, tehát hogy nehogy rossz ízpárosításukat használjanak, de hát azért csak a versenyre azért az iskolai is olyan gyerekeket küld, aki mégiscsak látnak benne valami kis parazsot, tehát hogy, hogy ügyesebbek lesznek, úgyhogy nem is kellett annyira nagyon nógatni, őket értették egyből, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy együtt közösen kitált, de ők mérték ki az anyagot, ők keverték be, a díszítésnél, meg az arányok beállításánál segítettem nekik. Tehát olyan együtt csináltuk, de azt mondhatnám, hogy a 70%-át ők, 30-at én nagyjából. Mekkora mennyiségre kell ilyenkor gondolunk? Mekkora mennyiségben? Egy-egy tégely fajlatról beszélünk, ezek 4 kilós tégelyekről beszélünk, de, de a nulláról, tehát le kellett főzni a fajlatot, a anyagokat, mindent ott kellett ott összerakni hozzá, és ilyenkor hát ugye a versenynek van egy ilyen sajátossága, hogy, hogy ilyenkor mindig kiderül, hogy valami nem működik, valami eltörik, valamiből hiányzik, valami folyik, valami, ezt mindig van valami és itt is a gyakorlatilag, hogy a hár, három géppel lehetett egyszerre fagyasztani, hogy egyszerre három csapat versenyzett, a, a, gépeket vízzel hűtik, és a, tehát a hűtő vízmennyiség kevés volt, és kibekapcsolgattak a gépek. Úgyhogy a leállás volt, elromlott az egyik mérlegmenet közben, akkor egymás mérlegén mértünk, szóval izgalmas volt, volt minden. De, de, ugye tehát mindenkinek volt valami nehezítő tényezője. De hál' Istennek a, tehát a, a felnőtt cukrász kollégák, akik szintén ugye vittek egy-egy csapatot, a vidéken nagyot tök jó a viszony. Tehát egy barátságban vagyunk, úgyhogy ö, ö, inkább egy ilyen dzsemelés volt, inkább ha lehet ilyen szóval élni, tehát inkább egy ilyen, egy ilyen vidám program volt. Tehát verseny is volt, persze már az ember elmegy verseny, akkor csak verseny, de, de nem olyan vérkomoly volt. Az volt a lényeg, hogy a gyerekek kedvet kapjanak a versenyzésre. Milyen korosztályú gyerekek voltak egyébként? Tehát ők most kezdték el a tanulmányokat? Nem, nem, nem ezek végzős, a... végzős gyerekek, vagy egy, egy évvel előtt, tehát uh, tizedikes, tizenegyedikes gyerekek voltak. Uh, igen? Milyennek látod egyébként, vagy igen, tehát hogy itt a, a cukrászatnak a jövőjét, hogy mennyire, mennyire akarnak a mai gyerekek nem egyetemre járni, hanem hogy mondjuk cukrásznak készülni. A, hát az a baj, ezzel sok jót nem tudok mondani, mert úgy alakul mint mindenhol, már minden más szakmánál. Tehát, hogy a fiataloknál nagyon-nagyon nehéz megtalálni a megfelelő motivációt. Sőt, azt is mondhatnám, hogy, hogy ugye az oktatás, meg a képzés ugye úgy alakul, hogy ha van egy jobb képességű gyerek általános iskolában, az negyedik osztály után elviszik nyolc osztályos gimibe. Akkor a, következő körben hat a hatosztályos és aki, aki utána marad, akkor még a négy osztályos gimi. Tehát magyarul háromszor is leszedik a javát, a, most, ilyen, csúnya szóval élve, háromszor is leszedik a javát az osztálynak, mire, mire nyolcadikig elkerülnek a gyerekek, és utána elmennek középiskolát választani akkor ugye ott még egyszer, még egyszer megvan ugyanez a kör ugye a gimnáziumra, illetve, akkor van a szakközépiskolák, és akkor szó legvégére a legvégére sok esetben a szó a maradék marad a szakmunkás képzésre. Úgyhogy lehet belefutni ügyes gyerekbe, de nagyon ritka. Úgyhogy nálunk is sok esetben nem is a, a 15-6-7 éves gyerekekből kerülnek ki a jó szakemberek, hanem azok, akik mondjuk felnőtt fejjel rájönnek, hogy hát én bizony nem könyvelő akarok lenni vagy közgazdász, vagy jogász, ilyen, ilyen, példáink is vannak, nem egyszer, tehát nálam is dolgozott több kollega is, aki, aki, akár jogászként is dolgozott, vagy ügyvédként, és ő kitalált, hogy cukrász akar lenni. Számomra is nehezen megmagyarázható, hogy miért, de vannak ilyen döntések. És tehát egyszerűen pályát változtattak. most ha valaki ezt felnőtt fejjel kezdi el csinálni, akkor és saját indítás, indítatásból, tehát nem azért van, mert a szülő küldi, hanem ő akar ez lenni, teljesen más egy felnőttel foglalkozni, felnőtt képzésbe. Ott csodák tudnak születni. A te gyerekeit sem, vagy a ti gyerekeitek sem fiatalok, nem annyira kicsik már akkor mondjuk így. Hogyan látod az ő cukrász jövőjüket? Ez egy jó kérdés. Igen, a nálunk Bálint, ő 19, Gergő 12. És a, a Bálint ugye neki lesz aktuális, most gyakorlatilag most érettségiznek, Uh, tehát a felvételi az marketing és kereskedelem, ami hát nekünk a marketing része, tehát úgy lenne elvileg, hogyha tehát úgy gondolja, hogy a családi vállalkozásban bemarad, akkor a marketing részével kellene neki majd foglalkozni. Persze azért a szakmát már meg kell tanulni, de ugye egy rettenetes fontos dolog az, hogy ne csak elkészítsük a terméket, hanem tudjuk is eladni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ebben van nekünk sok esetben hátrányunk, tehát én ilyen igazi a gondolkodom, tehát ugye a termékkel vagyok elfoglalva, hogy az jó legyen, az jó szépen legyen kivitelezve, minden lapojon, de utána már azzal a részével, hogy az értékesítés hogy zajlik, arra már nem tudok elég figyelmet szentelni. Ugye sok esetben vannak olyan üzletek, vagy olyan tulajdonosok, akik inkább pont a másik oldalról közelítik meg a dolgot, és először megnézik, hogy olyan jó mutatós legyen a történet, és nem baj, hogyha mellette jó a termék. Úgyhogy ezt a részét most a, hát a Bálintnak majd lesz egy feladata, ha szeretné csinálni, hogy ezt a részét majd, tehát a marketing részével sokat foglalkozni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál itt a Fehérvári beszélgetésekben. Nagyon szépen köszönjük a burát, a fagylatot, és meg fogjuk kóstolni. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a Fehérvári beszélgetések vendége volt Damnicki Balázs, cukrászmester. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! sorsam termék megjelenítés tartalmazott